Kislány hintázik a Szegedi Vadasparkban. Az 500 négyzetméteres magánkézben lévő parkosított területen az egy-két hintán, libikókán és kalózhajón kívül még néhány pad van. Ezt a játszóteret építette fel 260 millió forintból egy szegedi cég még tavaly. A beruházást már akkor sokat támadták. A helyi MSZP szerint túl drágán építették, és csak azért nyerte el a Titan Project House Kft., mert a cégvezető jó barátja a helyi Fidesz vezetőjének. A cég cáfolta, hogy kapcsolataik miatt nyertek volna. Azóta az adóhatóság bűnügyi igazgatósága költségvetési csalás miatt nyomozást indított, és vizsgálódik az ügyben az Európai Unió csalás elleni hivatala is. Az uniós fejlesztésekért felelős államtitkár ma elismerte, a játszótér építésénél nem volt minden rendben, de pontos részleteket nem árult el. A Titan House Project Kft. Ellen lefolytatásra került egy szabálytalansági eljárás, amelynek eredményeként jogosulatlanul felvett támogatási összeg visszafizetésére köteleztük az időközben felszámolási eljárás alá került kedvezményezettet. A Titan Project House Kft. Nemrég mégis újabb uniós pályázatot nyert. 50 millió forintot kaptak telephelyfejlesztésre. Ennek első felét néhány nappal azelőtt fizették ki a cégnek, hogy az jogerős végrehajtás alá került. Az MSZP szerint érthetetlen, hogyan kaphatott uniós pénzt egy ilyen cég. Hogyan lehetséges mégis az, hogy Olaf eljárás ellenére, bűnügyi nyomozás ellenére mégis telephelyfejlesztésre 50 millió forintot tudott a cég nyerni úgy, hogy már 25 millió forintot ki is fizettek neki, arról nem is beszél, hogy a cég már jogerős végrehajtás alatt áll. Ez a cég jelenlegi székhelye egy Szeged melletti kiskert. Több mint 25 cég neve olvasható egy táblán, a cég nyilvántartás szerint pedig összesen több mint 50 cég van ide bejelentve. Vitályos Eszter szerint a telephelyfejlesztési pályázattal kapcsolatban minden rendben van, és a kormány mindent megtesz az uniós támogatások minél szigorúbb ellenőrzéséért.